Mikor kerültél a NASA-hoz? 99 vagy 2000 valahogy körül. Bocsánat, nem emlékszem abszolút Jó. Azt tudom, hogy 2006-ban hagytam ott őket. Mi volt az oka, hogy ott hagytad őket? Egész egyszerűen nem hagyták tovább csinálni azt, amit én már láttam, elkezdtem, és azóta is ezt kutatom, hogy az üvegházhatásnak mi a valódi fizikája, és mi a valódi, tehát az egész jelenség micsoda. Én azt állítom, hogy a világ, meg a tudományos közvélemény eltökélte magát egy olyan megoldás mellett, ami látszalagos magyarázatot adna a dologra, de ez egy hibás elmélet. Az, hogy ez egy buta dolog ráfogni egy széndioxid, hogy nesze ott van, mert az is növekszik meg a hőmérséklet, akkor mostan megoldottuk, igen, melegszik. Én azt állítom, hogy a széndioxid és az abszorpció és az üvegházhatás az olyan folyamatok által van kormányozva, ami az egész rendszernek egy optimális működését hozza, és ebben nem tud beleszólni az ember ilyenekkel, hogy széndioxidot teszek a légkörbe. Tehát az, hogy melegszik a világ, melegszik, rendben van. Én azt vállalom, hogy nem tudom miért. De az, hogy mitől van egy ilyen folyamatos melegedés, ennek még millió egy más magyarázata is lehet. És többek között még az is lehet, hogy a túlszaporulat, hogy az erdőkivágás, hogy a környezetnek az egyéb úton történő pusztítása okozza. Tehát én ezt nem mondom, hogy nincs összefüggésbe az emberi tevékenységen, csak azt mondom, hogy az antropogén global warming, tehát az emberek által okozott globál warming, nem lehet a széndioxid kibocsátásra rákenni. Az összes üvegházhatása, ami jön a rádióból, meg a tévéből, az azt mondja, hogy teszek bele széndioxidot, nagyobb lesz az abszorpció, ergo több marad bent. Én meg azt mondom, meg a tapasztalat azt mutatja, hogy a légkör abszorpciója az nem változott. Uh-huh. Tehát tehát az, hogy széndioxid adó legyen, az meg attól függ, hogy változik a légkör abszorpciója, vagy nem. Ezt nagyon világossá kell tenni az egyszerű adófizetőnek, hogy a légkör abszorpciója állandó, globálisan, kész. Hát én például nem fizetnék semmit arra, hogy 100 évre előre a széndioxid duplázásból klímát jelezzenek elő. Hát az adófizető pénzét nem erre költeném, hanem arra költem, hogy megszűrjem a gyárkemény füstjét, vagy arra, hogy a környezetet megtisztítsam, vagy bármire, vagy arra, hogy kitaláljam, hogy mégis miért melegszik. A széndioxid azt láttuk, hogy a természet lerendezi, és nem változtatja az abszorpcióját, mert ugye gazdálkodhat a vízzel, ózonnal, mindennel, tehát túl sok mindennel gazdálkodhat, a dinamikájával gazdálkodhat, tehát gyakorlatilag nem lehet ráfogni, hogy a melegedés az a széndioxidtól van, akkor valami mástól van, ezt nem tudjuk, ez nem kutatja senki, akkor mi van? Akkor hiába csökkented a széndioxid kibocsátást, úgyse tudod mi. Hogyha a nap jobban süt, akkor nyilvánvaló több vízgűz mehet a légkörbe, több is lehet az abszorpció, melegebb is lehet, de hát ezt tudjuk, hogyha több napsugárás abszorbálódik, akkor melegebb lesz. Tehát fizikailag. Tehát ez nem... Ezen senki nem csodálkozik, és senkinek nem jut eszébe, hogy az albedó változás is melegíthet a Földön, úgy, hogy 60 év alatt fél fokot, mert ugye azt is elég nehéz kiszámolni, hogyha kivágsz egy őserdőt, hogy annak mennyi lesz a konzekvenciája a globális átlagos felszínhőmérsékletbe. Azt meg tudjuk, hogy az egész bioszféra, az egész élővilág széndioxidra épül. Tehát az, hogy lehet, hogyha ezt a fát kivágjuk, akkor sokkal több kárt okozunk, mint hogyha 100 autó pöfög. Az, hogy most mitől lehet a légkör abszorpciója állandó, az lehet attól is, hogy a vízgőz kevesebb lesz, lehet attól is, hogy a vízgőz ahelyett, hogy itt lenne, oda megy, lehet attól is, hogy a szél majd többet fog arra fújni, lehet minden, lehet rengeteg mindentől. Tehát rengeteg egyensúlyi folyamat helyre teheti ezt a lokális melegedést, amit a széndioxid okoz. Na, hogyha csak az működne. Csak hát a széndioxid az ugye az egy egyenletesen eloszló gáz, a vízgőz pedig egy össze-vissza kevergő gáz a Föld légkörébe. És ennek a
kettőnek a keverékéből, hogyha a természet azt szereti kihozni, hogy én ezt az állandó abszorpciót szeretem, akkor akár mit csinálsz a széndioxiddal. Tehát ez egy... ha ez ilyen egyszerű és ilyen világos, akkor miért nem fogadja el a tudományos közvélemény ezt a tételedet? Hát megint oda lukadunk ki, hogy én szerintem ennek kizárólag érdek és financiális okai lehetnek, mert nem látom, hogy fizikailag ezt meg lehet cáfolni. Én nem is láthatom, de az, hogy más egy cáfolja meg, azt nem értem. Tehát mindenki ellene van, de senki nem teszi le az adatait az asztalra, hogy ez ezért rossz, meg ez ezért rossz, meg ez ezért rossz. Tehát én leteszem azt, hogy állandó, ők mondják, hogy ez nem igaz, így nem lehet vitatkozni. Így nincs, tehát nyilvánvalóan nem fogadják el, de ezt nem tudják megmondani, hogy miért. Hogy rúgtad össze a port a NASA-ban? Hát nagyon egyszerűen, egy NASA-nál van egy protokoll, hogy az eredményeket hogy lehet publikálni, hogy nem lehet publikálni, mit lehet publikálni, mit nem lehet publikálni. Az annyira hülye nem vagyok, tehát látszott, hogy ezt kerekperec megértették és nem akarják kiadni. Mert ez homlok egyenesen ellentmond a jelenlegi üvegházelméletnek és a jelenlegi NASA hivatalos vélemény. Tehát ott nem azt mondták, hogy te ezt azért nem kutathatod, mert mit tudom én, hanem azt mondták, hogy itt a fizetésed, és azért kutasd ezt. Ja, hát én munkanélkül vagyok. Egy ideig jelentkezgettem, hogy a szakmámba el tudjak helyezkedni Amerikába, de sajnos nem vesznek rólam tudomást, úgyhogy nem sajnos, mert most már kezdem inkább élvezni. Tehát, hogy nincs főnököm, azt mutatok, amit akarok, tulajdonképpen azt számolok ki, amit akarok. Rengeteg előnye van az, hogy nem egy propózától függsz, ahol megmondják, hogy ezt kell kikutatni, és el kell lenni az eredménynek. Rólad is terjesztik, hogy aki ilyet mond, az biztos, hogy valamiféle ipari lobbinak a napszámosa. Tehát akkor én meg őszintén megmondom, hogy én senki ipari lobbitól egy fillért soha nem kaptam. Amiket én kiszámoltam, az megvan a komputerem, megvan a szoftverem, amit saját magam írtam. Nekem nem kell ehhez, tudod, milyen olcsó ilyeneket kutatni. Én azt is szeretném, hogy valaki vagy mellé teszi a számot, vagy azt, vagy mást, valamit, hogy legyen miről beszélni. Mert egyszerűen nincsen miről beszélni. Tehát én hiába mondom azt, hogy gyerekek, hát ez a optikai ösztönség az 1,87. Ha valaki nem mondja azt, hogy 88, vagy 86, vagy 1, vagy 10, vagy 100, akkor vagy nincs miről vitatkozni. Vagy változó. Igen. Tehát ez egy a NASA részéről, a tudományos intézmények részéről, azok, akik őket pénzelik, azok, akik a propozálókat nyitják, ott sehol nincs az, hogy gyerekek, megnézzük, hogy ez a Miskolci mit csinált, és akkor lecsináljunk bele hülyét, számoljuk ki. Tehát ilyen nincs. Tehát nem nincs publikált adat a globális, átlagos, infravörös optikai vastagsága. Még most se, azon kívül, amit én számoltam. Tehát ez ilyen egyszerű. Lehet, hogy vannak olyanok, akik kiszámolják ezt magukba otthon, és azt mondják, hogy igen, de azzal körbe ugyanott van, ahol én. Tehát ha nem kerül ki a tudományos közvéleménybe, mert az újságok mind kapásból elutasítják, akkor soha senki nem fog tudni. Ez mondjuk nem igaz, mert azért az internet korában azért minden terjedt, tehát én ismerek embereket Kínától, egész Svédország, Anglia, Kanada, Ausztrália, tehát rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban, együtt kutatjuk tulajdonképpen ezt, és tulajdonképpen élvezzük azt, hogy ebbe senki nem beszél bele, és nem mondják, hogy most már itt álljál meg, most már légy, és most már itt, meg különben nem kapsz pénzt. Az, hogy így gyökeresen megváltozom valami, az kellene, hogy más is megcsinálja ezt, más is végigjár ezt az utat, más is kihozza az ő eredményét, és akkor lehetne egy dibét, akkor lehetne előrébb lépni.